A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei megközelítőleg 20 ezer darab gyógyszert és 176 doboz adózatlan cigarettát találtak egy tehergépjárműben Rüszkén, miközben egy szerb rendszámú tehergépkocsit ellenőriztek. A NAV munkatársai a Marlboro és Winston márkájú cigarettát és a gyógyszerszállítmányt lefoglalták, a járművet vezető férfit feljelentéssel átadták a rendőrség munkatársainak. Az előkerült dohánytermék tekintetében a pénzügyi nyomozók költségvetési csalás miatt eljárást indítottak. A pénzügyőrök az eljárás során 518 ezer forint vámigazgatási bírságot szabtak ki, amelyet a sofőr a helyszínen megfizetett. Az árokba borult egy román állampolgárságú férfi által vezetett személygépkocsi tegnap délután Makó és Földeák között. A jármű a 430-as számú úton közlekedett, mikor, egyelőre tisztázatlan okból, az autópálya Nagylak irányába vezető felhajtójára sodródott, majd innen az árokba. A gépjárműben hárman ültek, mindannyian megsérültek, az állapotukról nincsenek információk.